Az én feladatom Balatonfenyves összes növényzetének a gondozása, ápolása, újratelepítése, ez vonatkozik a fákra, cserékre, egynyári virágokra. Balatonfenyvesről tudnunk kell, hogy a nevét is, a nevében is benne van az, hogy fenyő, Balatonfenyves. Több mint 100 éves ős fenyőfák vannak Balatonfenyves területén, a nyugati oldalon, és nagyon szeretnénk, ha ez a fenyőállomány ez nem csökkenne, hanem növekedne. Ezért minden évben 300-400 darab fenyőcsemetét oszt ki a település az állandó és nyaraló tulajdonosoknak azért, hogy ha nem is marad meg mind, de ez a fenyőállomány Fenyvesen ne csökkenjen. Fenyvesen az alapfaj az a Pinus silvestris, erdei fenyő, és a Pinus nigra, a fekete fenyő. Én több mint 15 éve dolgozom itt, és ez a Géza Park, mivel tele van az alapfajjal, a Pinus silvestrissel és Pinus nigrával, megszületett kollégámmal a fejünkbe, hogy mi van olyankor, ha létrehozunk itt egy örökzöld arborétumot, egy örökzöld fenyő parkot, tudnélik a hely teljesen adott rá, és minden évben egy-két különleges fenyőfát vásárolok, amit itt letelepítünk, és nevelünk, gondozunk, kitáblázzuk, hogy ismerjék meg az emberek a különböző fenyőfajtákat, és Fenyvesnek is legyen egy igazi fenyőarborétuma. Balatonfenyvesen van egy fenyővirágzás ünnep, ami eleve egyben van kötve, tudnék, a fenyők ilyenkor tavasszal virágoznak, és május 10-e körül van a Balatonfenyvesen a nagy rendezvény, a település rendezvénye, a fenyővirágzás ünnepe. Azon kívül az összes ünnepségünkön, rendezvényeinken, esküvőnkön Balatonfenyves kettő darab fekete fenyője, amit én nevelek most már évek óta, azok a rendezvényterembe, a színpadon vagy a színpad sarkába minden alkalommal megjelennek. Bármely irányból jövünk be Fenyvesre, mindig fenyő üdvözli az ide látogatót.